Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják 2022. június 9-én csütörtökön pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! Kezdődnek a nyári táborok. Dök napot tartottak a Kebi általános iskolásainak. Komoly sikereket érnek el Mózer István növendékei. Hamarosan kezdetét veszi a nyári szünet, ami a gyerekeknek hatalmas öröm, azonban nagy gondot okozhat a szülőknek, hiszen a 11 héten át tartó vakáció alatt meg kell oldaniuk a gyerekek felügyeletét. A kiskörösi gyerekeknek idén-nyáron is lehetőségük nyílik arra, hogy a szünidő ideje alatt különféle táborokba töltsék idejüket. Ahogy elkezdődik a nyári szünet, a legtöbb gyerek táborba megy, melyekből Kiskörösön sincs hiány. Hamarosan kezdetét veszi a Tarka Barka játszóház, ahol idén sem hagyják unatkozni a gyerekeket a szünidő alatt. 4 nyári tábort hirdettek meg. Július 4-től 8-áig Kisbútor festőtáborba várják a 7-től 14 éves korú gyerekeket, ahol fő alkotásként egy tengerészládát készíthetnek majd a táborozók. Az alkotásokat pénteken egy mini kiállítás után haza is vihetik a gyerekek. A tábor során lehetőség lesz strandolásra, játszhatnak majd a szabadidőparkban és csúszdázhatnak a játszóházban. Július 11-től 15-ig Hawaii-tánc és kézműves, július 18-tól 22-ig mesedzsungel, július 25-től 29-ig pedig honfoglaló történelmi alkotótáborba várják a gyerekeket a Tarka Barka játszóházba. A Benyik Tanya július 11-től 15-ig barangoló napközis tábort szervez 7 és 11 éves kor közötti gyerekeknek. A táborozók a kirándulásokon felfedezhetik Kiskörös környékét, a helyi növény- és állatvilágot. Ugyancsak a Benyik Tanyára várják a gyerekeket július 18-tól 22-ig a kézműves táborba, ahol az alkotni vágyó táborozók a kézműveskedés mellett zenés, játékos programokon, vetélkedőkön is részt vehetnek. Ha az ön gyereke kedveli az érdekes történeteket, és nem csak olvasni, hanem megírni is szeretné őket, akkor az Író Palánták nyári napközis alkotó műhelyébe várja őt a Kiskörösi Irodalmi Társaság, vagyis az Anyaíró Trió. Június 27-től július 1-ig, majd július 11-től 15-ig és július 25-től 29-ig 3 héten keresztül alkothatnak a gyerekek a táborban. Írhatnak mesét, képregényt, mini novellát, választhatnak írói álnevet, megtervezhetik az alkotásuk borítóját, és a tábor zárásaként bemutathatják az elkészült művüket. Július 4-e és 8-a között balett és modern tánc tábor is várja a gyerekeket a Petőfi Sándor Művelődési Központban. A Német Nemzetiségi Önkormányzat június 27-e és július 1-e között nyelvi tábort szervez a Hagyományok Házában, ahol az alsós és felsős gyerekek külön foglalkozásokon ismerkedhetnek a német nyelvvel. Minden év júliusában megszervezi a nyári táborát a Kiskörösi Rehabilitációs Központban az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány. A Minden Jó Táborban 2 turnusban táboroztatják a daganatos és leukémiás betegségből meggyógyult gyermekeket, akik az ország minden részéből érkeznek. Mára már mindkét turnus létszáma betelt. A tanév végén diákönkormányzati napot tartottak a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájában. A nap folyamán sport, ügyességi és szellemi feladatok várták a fiatalokat különböző helyszíneken. Sok éves hagyományra tekint vissza a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájában a diák önkormányzati nap, azaz a Dök nap, melyet idén június 3-án rendeztek meg. A Dök nap egy kötelező program tulajdonképpen, a diák önkormányzat dönthet arról, hogy mit szeretnének a gyerekek csinálni, de hát természetesen a pedagógusokkal együtt. Ilyenkor különveszük az alsó tagozatot és a felső tagozatot. Ebben az évben az alsó tagozatosok szabadon választhattak osztályonként, esetleg évfolyamonként programot. Sokan
itt a városban játszótér, szabadidőpark, tűzoltóság, tehát mindenféle ilyen hely, ahol tudnak egy kis szabadtéri programot szervezni, illetve vannak, akik kerékpárral elmentek Soltvadkertre, és vannak, akik buszos kirándulásra mentek. A felső tagozatosok különböző sport, ügyességi és szellemi készségeket fejlesztő programokon vehettek részt. Idén az volt a terv, hogy ilyen szervezett programot találunk ki nekik, és akkor így jött össze ez a négy helyszínünk, ami éppen van, itt háta mögött a betonpályán, egy sorversenyt csinálnak a gyerekek. A szlovák tájházban egy kicsit megnézik a tájházat, illetve ott egy ilyen cseréptöréses programmal készülnek nekik. Az evangélikus templomban az óratornyot lehet megnézni, illetve ott egy totót töltenek ki az osztályok, valamint a záportározónál egy futással telik a nap. A kiskörösi evangélikus templomban a gyerekek megtekinthették a templomtornyot és a harangot, majd az iskolával és az egyházi intézménnyel kapcsolatban kellett egy kvízt kitölteniük. Ezt követően pedig a Dök nap alkalmából a szlovák tájházzal és a népi játékokkal is megismerkedhettek a gyerekek. Mivel rengeteg gyermek érkezik rövid időn belül, fél órás váltásokban, ezért komplett foglalkozásokat nem tudunk nekik tartani, de arra ügyelünk, hogy tárlatvezetést, egy nagyon rövid összefoglalót mindenki kapjon a házról, illetve utána szétszedjük az évfolyamokat kisebb csoportokra. A cseréptörés nagyon kedvelt játék, az udvar hátsó részében cseréptörést játszanak a gyerekek, illetve még egy másik hagyományos és a gyerekek által nagyon kedvelt játék, a golyózás, ami belefér még az időbe. Dózsa Tamás elmondta, hogy a Diák Önkormányzatnak több terve is van a jövőre nézve, mely az osztályokon belüli és az évfolyamok közötti kapcsolatot is erősíti majd. Gmózer István, a Szólam Alapfokú Művészeti Iskola részfúvós tanára számos növendékét motiválta már abban, hogy elinduljon a hivatásos zenei pályán. Most két növendéke, Ungvári Pálma és Juhász Áron értek el komoly sikereket. Már ősidők óta tudatosan alkalmazzák a zenének azt a tulajdonságát, hogy hangulatokat, érzelmeket hívjon elő. Megváltoztathatja az ember gondolkodását, viselkedését. A zene minden ember életében jelen van, a Szólam Alapfokú Művészeti Iskola növendékei számára pedig kiemelt szerepet kap. Már első osztályos koromban elkezdtem zenét tanulni. Először Fehér László tanár úrnál, majd Sáfár Andrea tanárnő tanított 7 évig fuvalázni. Édesanyám iratott be, és igazából csak hobbiként tekintettem erre az egész zeneiskolára. Ungvári Pálma a művészeti iskolában először fuvolán kezdett el játszani, majd Gmózer Istvánhoz, az intézmény részfúvós tanárához került. Pálma, ő 3 éve került hozzám, ő előtte évekig fuvolára járt, és valamilyen indítatásból átkérte magát hozzám szaxofonra, és hát nagyon tehetséges, nagyon ügyes növendékem volt, nagyon büszke vagyok rá. Többen az intézmény berkein belül a zenélést választják főhivatásuknak. Pálma tavaly nyáron döntött a zene mellett, így jövő évtől a budapesti Szent István Király Zeneművészeti Konzervatóriumban fogja megkezdeni tanulmányait. Tervei között szerepel, hogy a fuvola és a szaxofon mellett harsonán is szeretne megtanulni játszani. Gmózer István eddigi pályája során többször is találkozott és dolgozott együtt olyan diákokkal, akik a pedagógus hatására léptek a zenei pálya útjára. Ez nagyon nagy felelősség, mert 14 éves korban mondani egy fiatalnak, hogy egy gyereknek, hogy te legyél zenész, és ha végén nem az lesz, vagy félresiklik a pályája, akkor esetleg engem fog szidni. Úgyhogy nagyon csak olyan növendéknek mondom, hogy indulhatsz, vagy indulj ezen a pályán, aki tényleg úgy gondolom, hogy erre képes és érett rá. Juhász Áron alsó tagozatos korában látta meg egy iskolai rendezvényen a trombitát, mely akkora hatással volt rá, hogy beiratkozott a művészeti iskolába.
Az évek során több részfúvós hangszert is elsajátított, valamint részt vett helyi és országos versenyeken is, melyeken kimagasló eredményeket ért el. Az elmúlt évben Áron részt vett az első és egyetlen magyar fejlesztésű komoly zenei tehetségkutató műsorban, a Virtuózokban, most pedig Elizabeth Pridgennek köszönhetően a nyáron eljuthat Amerikába. Itt koncertezett a zeneiskolában, neki van ez az alapítványa, és járja Európát, koncertezik, és ahol megáll városokban, ott ugye a tehetséges gyerekeket megnézi, és ő meghallgatott, és ő ajánlotta, hogy az alapítványába jelentkezzek, és nyertem ösztöndíjat, és így lehetőségem van egy hónapra kiutazni nyáron. Áron az utazás során amellett, hogy megismerheti New Yorkot, komoly zenei fejlődésen megy majd keresztül. A tehetséges fiatal jövőbeni céljai között a zenei pálya szerepel. Elballagtak a Kevi Harangvirág óvodájának Katica csoportosai május 27-én. Az ünnepséget az evangélikus templomban rendezték meg, ahol a gyerekek ballagási műsora mellett köszönetet mondtak a pedagógusoknak, a külső segítőknek, valamint a szülőknek és nagyszülőknek. Az élet egyik legnagyobb adománya, hogy gyermekeket nevelhetünk édesanyaként, édesapaként, pedagógusként, s tovább folytatva a sort nagyszülőként is örülhetünk az unoka örömének. Most, ahogyan végig tekintek a szülőkön, mosolyt és örömet látok az arcokon. A mosoly a szeretet nyelve, az egyik legszebb és legfontosabb emberi gesztus, mely beszédesebb a szónál. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Tiricné Szabó Szilvia a Kevi Harangvirág óvodájának Katica csoportosainak ballagási ünnepségét. Az intézményvezető beszédében köszönetet mondott a pedagógusoknak, a külső segítőknek, valamint a szülőknek és nagyszülőknek, az önzetlen segítségért és szeretetért, amit az elmúlt 3 év során nyújtottak. Útravalóként pedig egy jó tanáccsal látta el őket. Merjünk hozzájuk őszinték lenni, megláttatni az értéket, tartani a mértéket, megragadtatni mindent emberben az emberséget, és tanítsuk meg őket, hogy mit jelent tisztelni, másokban az embert is észrevenni. A ballagó gyerekek műsorukban őszinte érzéseiket juttatták kifejezésre azzal kapcsolatosan, hogyan teltek mindennapjaik az óvodában. A műsor után minden gyermek megkapta ballagási tarisznyáját, majd az óvodások elmondták közös imádságukat. Az ünnepség végén pedig egy különleges műsorral adtak hálát a gondjukat viselő pedagógusoknak. Június 1-én általános iskolás diákok részére tartottak kispályás labdarúgó tornát Kiskörösön. Az intézményi Bozsik tornát a városi sporttelepen rendezték meg, melyen amatőr játékosok is részt vehettek. Az intézményi Bozsik program keretében általános iskolás diákok részére szerveztek kispályás labdarúgó tornát a Kiskörösi városi sporttelepen június 1-én. A program célja, hogy olyan gyerekeket is bevonjanak a labdarúgásba, akik nem igazolt játékosok.
több korcsoport is csatlakozhat az intézményi Bozsik tornához. Vannak oviskorcsoporttól egész föl a nyolcadikosokig, illetve a lányoknál is folyik négy korcsoportban. Ennek a célja az lenne, hogy azokat a gyerekeket is bevonni, akik még nem olyan ügyesek, vagy csak ismerkednek a futballal, de szeretnének mozogni ők is, és ugye van egy iskolai csapat, ahol a tétre menő meccseken ők kevés szerepet kapnak, tehát őket is kell mozgatnunk, versenyben tartani. A tornák során nem számolnak eredményeket, nincsenek helyezések, a résztvevők a szezon végén emlékérmet kapnak. Egy szezonban 7 szabadtéri, valamint 3 teremtornát tartanak. A térségből több általános iskola is részt vesz a programban. Itt a kiskörös körzetben Sortvadkert, a kiskörösi Petőfi Általános Iskola és a Bem József Általános Iskola csapatai szoktak lenni, tehát 3 csapattal, mindig időfüggő, hogy tudunk 2 körmérkőzést végezni, vagy akkor inkább csak egyszer játszunk és hosszabb időt. A lényeg az, hogy mindenkit versenyben tartsunk. Most tulajdonképpen nehéz volt, mert most mennek a iskolai kirándulások időszaka, tehát nehezebb úgy összeszedni a gyerekeket, különböző rendezvények vannak. Most vegyesen voltak igazolt játékosok is, és kevésbé, illetve azok a játékosok, akik nincsenek leigazolva, akikben látunk egy kis fantáziát, őket megpróbáljuk az egyesületbe irányítani. Az iskolákat a játékos és csapat létszámok függvényében támogatja az intézményi Bozsik program sportfelszerelésekkel, ami éves viszonylatban akár 100 000 forintot meghaladó összeg is lehet. Most pedig nézzük a mai nap híreit még egyszer röviden. Kezdődnek a nyári táborok. Dök napot tartottak a Kevi általános iskolásainak. Komoly sikereket érnek el Mózer István növendékei. Elballagtak a Kevi harangvirág óvodájának Katica csoportosai. Intézményi Bozsik torna volt Kiskürösön. Kedves nézőink, minden munkatársam nevében megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Legközelebb új összeállítással holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor és holnap reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a www.kiskoros.tv.hu oldalon vagy a közösségi médiában. A híradót követően Naprakész című műsorunk következik, melyben a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun megyei szervezetének tevékenységéről tartott beszámolót tekinthetik meg, mely a május 25-i képviselőtestületi ülés egyik napi rendi pontja volt. Ezt követően Heti Ars című műsorunkban Farkas Gyula, a kiskörösi mentőállomás vezetője lesz a vendégünk. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket holnap is. Viszontlátásra!